NB2 16. fordulójában a Gyirmolt FC az Ajkát látja vendégül. Azt az Ajkát, aki a csapatunk múlsának tekinthető, hiszen az elmúlt években többször győztesen hagyta le ellenünk a pályát. A mérkőzés előtt Sós Imre vezetőedzőt kérdeztük az esélyekről, a szombati mérkőzésről. Hát én nagyon bízom benne, hogy hazai pályán, hazai közönség előtt jól fogjuk tudni kezdeni ezt a bajnokságot. Nem úgy, mint az őszi szezonban, amikor Ajkán 2-1-es vereséget szenvedtünk. A csapat ugye jelentős átalakuláson ment keresztül, de hát ez még nyilván nem feltételezi azt, hogy minden mérkőzést meg fog tudni nyerni. Azon vagyunk azonban, hogy ez így legyen, és hát ennek első állomása a hazai pályán az Ajka elleni mérkőzés. Az újak közül kire számíthatnak a nézők, akik biztos, hogy tudom, hogy nem szokta összeállításról beszélni mérkőzés előtt, de kik azok, akik biztosan pályára léphetnek szerinted? Hát Ferenci Pista, Csizmadi, a Nagy Gábor, ők biztos, hogy a pályán lesznek a mérkőzésen. A mai napon több mérkőzést is elhalasztottak, illetve Műfűrre tettek át a hétvégén. Mi a helyzet a stadionunkkal, mi a helyzet a pályával? Én úgy gondolom, hogy mi időben megtettük azokat a szükséges lépéseket, amik kellettek ahhoz, hogy a pálya jó állapotban legyen. Ugye a Gyirmolti pálya alá is van csövezve. Én úgy gondolom, hogy tudtunk rajta edzeni az elmúlt napokban, illetve edzőmérkőzést is játszottunk meg, ami pályánk jó állapotban van, úgyhogy remélem, hogy ez nem lesz akadály annak, hogy a csapat megnyeri az itthoni mérkőzést. Kikre nem számíthatsz? Ugye van egy sérültünk, eltűntöttünk, kik azok, akik holnap nem lesznek? Hát igen, ugye a Szabó Csabának most derült ki a sérülése, sajnos őt meg kell műteni, és őt valószínűleg erre a szezonra el is vesztettük. A Nagy Lacinak van egy két mérkőzés és eltiltása, illetve hát a Canik karcsának van egy olyan probléma, hogy a héten egy ilyen vírusos fertőzést kapott, és hát már valószínűséggel nem fog tudni rendelkezésre állni. De hát ez még a mai jegyzésem, hogy a holnap délelőtt már kis a függvénye tud lenni. A végezetről szokásos kérdés, hogy mivel lenni elégedett a holnapi napon? Hát mindenféleképpen a jó rajta, úgyhogy nekünk hazai pályát gyerni kell. Köszönöm szépen, Sós Imrét hallottak a Gyirmolt TV-ben.